Sziasztok! Ebben a videóban végig megyünk a Boli BG310M vadkamera beállításán. Első körben a Molnus felhőszolgáltatásos működést mutatom be. Ehhez ugye szükségünk van a csomagban lévő kettő darab 18650-es akura, illetve ha nincs a csomagban, mert csak önállóan vettük meg a kamerát, akkor kell kettő ilyet beszerezni hozzá. Egy microSD kártyára és egy teljes méretű SIM kártyára. Először a kártyákat helyezzük be, így ahogy le van téve, tehát a érzékelős vagy a csatlakozós oldalával lefele nézve belerakjuk a memóriakártyát, SIM kártyát, szintén a csatlakozós oldalával lefele, kattanásig nyomjuk, majd utána a két darab 18650-es akut, mind a kettőt úgy, hogy a pozitív oldala fölfele néz bezárjuk az ajtót, majd a power gomb hosszú nyomásával bekapcsoljuk a kamerát. Erre lehet egy kicsit várni kell, de ha megjelenik a boli feriat a kijelzőn, akkor már látható is a kamera kezdeti kijelzője. Itt megvárhatjuk még ö, a kamera Térerőt talál, de ez nem fontos. A menü gombot megnyomva belépünk a menübe. Itt rögtön ellenőrizzük is az első menüponton a Setup Auto opciót, hogy ez off-on legyen. Ha nem off-on, ez a gyári beállítás, de ha valaki korábban elállította, akkor ezt a lefele gombbal tudjuk megváltoztatni off-ra. Ne felejtsük el a save gombbal, tehát a kikapcsoló gombbal jóvá is hagyni a beállítást megyünk tovább. Itt a kamerának a beállításait tudjuk végig zongorázni, de ezt majd a molnuszból fogjuk megtenni. Ami nekünk most fontos, ez a send to, hogy itt molnusz legyen kiválasztva. Ez lehet phone MMS, e-mail MMS, e-mail GPRS, vagy molnusz. Ügyeljünk rá, hogy itt a molnusz legyen Beállítva, ez is gyári beállítás, de ha valaki korábban már átállította, mondjuk valaki e-mail küldősként használta ezt a kamerát, de mi felhősként szeretnénk, akkor győződjünk meg róla, hogy a molnus legyen beállítva. Ha rányomunk, itt láthatjuk is a APN account és password adatokat, nálam már ki van töltve, de ez gyárilag nem lesz kitöltve, továbbiakban majd erről fogunk gondoskodni, mert csak ezzel tud a kamera e-mailt küldeni. A felfele gombbal lépkedünk tovább a menüben, egészen odáig, hogy eljutunk a Register kamera menüpontig. Kikapcs gombbal, bekapcs gombbal jóvágyunk, itt kapunk egy értesítést, és bejön egy QR kód. Így hagyjuk a kamerát, majd letöltjük a telefonunkra a Molnus applikációt beregisztrálunk egy e-mail címmel, és ha ez megvan, akkor ez lesz a kezdő kijelző. Itt alul az Add New gombbal tudunk kamerát hozzáadni. Itt két opciót kínál föl, a Scan QR kód, vagy a manuál, manuális regisztráció. Most a QR kódos módszert fogjuk használni. Rányomunk. Ilyenkor lehet, hogy a telefon rá fog kérdezni, hogy a kamera használatához, tehát jóvá hagyjuk el, hogy a Molnus használja a telefon kameráját, ezt engedélyezzük. Én ezt már korábban megcsináltam nálam, ezért nem kérdezte. Ráirányítjuk a QR-kódra a kamerát, és már ki is töltötte az adatokat, ami szükséges a regisztrációhoz. Itt fönt a nevet átírhatjuk, mondjuk márk kamera, a modellt hagyjuk, e-mailt hagyjuk, kontrollkódot hagyjuk, régió, Európa, az jó, itt alul ki kell választanunk a telefonszámot, kikeressük Magyarországot, itt van Hungary, Magyarország, beírjuk a telefonszámot, 31, 2, valamit most nem, nem írok be pontos telefonszámot, és rányomunk a Register gombra. Ezzel a molnuszba beregisztráltuk a kameránkat, de ilyenkor még nem fog képet küldeni, mert az előbb említett uh, APN adatok még nincsenek a kamerának megadva, ezzel megyünk tovább. Addig itt azt fogja kiírni, hogy Setting Spending, vagyis hogy a beállítások függőben vannak, mert még a molnusz és a kamera egyelőre nem látják egymást. Amennyiben kudarcba fulladna a QR-kódos telefonkamerás regisztráció, semmi gond, visszamegyünk a menübe. Itt elnavigálunk a Setup Version menüpontig, ahol azt írja ki, hogy Version, belépünk a főgombbal, vagy az OK gombbal. Itt lefelé navigálunk a lefele gombbal, és itt megtaláljuk a control kódot, illetve az e-mail számot amit használhatunk a MOLNUS regisztrációhoz. A kontrollkódot mindenképpen jegyezzük fel, mert ezt csak itt találjuk meg a menüben. Az e-mail számot láthatjuk a kamerának itt a hátulján is a ö, vonalkód alatt, úgyhogy ö, azt a hosszú számot nem jegyezzük fel, azt onnan le tudjuk olvasni. A kontrollkódot azért jegyezzük fel, mert egy idő után eltűnik ez a kijelző. Utána átváltunk a molnusba, az Add New gombbal nem a QR kódos opciót választjuk, hanem a manuális regisztrációt, és itt meg tudjuk adni a kamera nevét, kiválasztani a típusát, ez jelen esetben ugye a BG310M, itt az e-mailnél megadjuk a hosszú e-mail számot, alatt a rövidebb kontroll kódot, kiválasztjuk régióként Európát, megadjuk a, telefonszámú, a kamera telefonszámát, szimkártya telefonszámát Magyarországot kiválasztva, és utána a Register jóvá hagyjuk, és ugyanoda jutunk, mint az előbbi verziónál a QR kóddal. Hogyha bejött az oldal, akkor itt a felső menüsoron a support, support nevű Menük so pontra kell kattintanunk. Itt pedig lejjebb körgetve alul a szoftver fülnél találunk három opciót. Ha valaki a Windowsos beállító szoftvert szeretné használni, ezt innen le tudja tölteni, telepíti és ugyanazokat a funkciókat fogja megtalálni, amit most én mutatok. Én a webes verziót fogom használni, mert ez működik Windowson, Macintoson és bármiféle számítógépen, ezért ez egy univerzális dolog ide csak rákattintunk, bejön egy oldal, itt ki kell választani a kamerát, én most a BG310M képküldős kamerát fogom kiválasztani. Itt van a menüben, tovább megyünk, már mutatja is a kamerát. Amikor bejött a felület, itt a felső sorban kiválasztjuk Magyarországot, mellett az operátornál csak a T-mobilt fogja felkínálni, úgyhogy ezzel ne foglalkozzunk. Nyomjunk rá itt a zöld Check vap gombra, amit egy kicsit elírtak angolból. Itt van két fül, a WAP és az internet. A wap ne foglalkozunk, mert az az MMS-re vonatkozik. Nekünk az internet fül kell, és itt az APN, az Account és a Password adatokat kell megadni. Ha telekomos kártyát használunk, akkor WNW, vap és WAP. A beírandó, hogyha Jettel készülék, vagy Jettel szimkártyánk van, és ez egy hívókártya, tehát hívást is lehet vele kezdeményezni, meg internetcsomag is van rajta, akkor ide online kell beírni, a másik kettőt üresen hagyni. Ha olyan Jettel kártyánk van, ami. Adatkártya, tehát hívást nem lehet róla kezdeményezni, csak internetezni lehet vele, akkor pedig azt kell ide beírni, hogy net, és szintén üresen hagyjuk a másik kettőt. Ha a Vodafone kártyát használunk, akkor pedig internet.vodafone.net a beírandó az APN sorba, a másik kettőt pedig üresen hagyjuk. Én most a Telekomost használom, rányomok, hogy oké, okay. Ha felhősként használjuk a kamerát, akkor ennyi az összteendőnk, mert a többit a Molnus applikációból fogjuk tudni vezérelni és beállítani. Utána nincs más teendőnk, mint rányomni a Save and Download gombra, ilyenkor letöltődik egy fájl, aminek az lesz a neve, hogy bg310m.txt, ez a beállító fájl, Ctrl-C-vel kimásoljuk, és a memóriakártyán elvileg kell legyen egy DC és egy GSM mappa, amit már a kamera hozott létre a memóriakártya első behelyezésekor. Itt a GSM mappát kell választani, és ide bemásolni ezt a beállító fájt. Leválasztjuk a memóriakártyát, visszajelzünk a kamerába, és innen a GSM mappából ő már be fogja olvasni az adatokat, minden mást pedig a Molnusban tudunk szabályozni rajta.